Menjünk a Sanyik helyékhoz. Itt vannak a Sanyék. Sziasztok, jó reggelt! Szia! Sanyi, mondd el nekünk, légy szíves, hogy ezt hány órától tudja ezt hozni egyébként üzengelente, amit most, Sanyika. És ez még semmi. Reggel 6-tól, hát olyan délig. Ott van egy másfél óra? Van egy másfél óra szusszanás, és akkor utána nyomjuk tovább estig. Milyen brinja ez, leesett a lánca, Sanyika? Ki kell hozzá egyébként, te vagy a feleségem? Hát ő hozzá általában én, és a kicsi ez a feleségem. No, meséljetek, milyenek a mindennapok? Most már hány napos a Maja? Igen. De, Maja hát most már második hetes. Második hetes. És? Hagyj de komoly. És most de véged komoly. Van, Krisztián. Santyó, szereted a Maját? Na mesélj, Sanyika, cuki a Maja? Meg is tudjuk mutatni. Egyébként látjuk ezt a képet, ezt kedves nézőink is látják, remélem, hogy Sanyi annyira kell fel a gyerekekhez, hogy semennyire. Tehát ott látszik, hogy igazából ő az egyedül, aki alszik. Ez egy hazugság volt. Nem, éppen itt, csak becsukta a szemét. De nem, itt mindenki alszik a képen, csak az Ildi nem, és ő is csak azért nem, mert megcsinálta a képet. Tehát utána már ő is. Mert valamiért nem tud aludni, tehát nyilván azért. Nem. Hál' Istennek, hogy ő is alszik. Vigyázzatok, nehogy ennek annyira örülök, kisfiam, hogy itt elkezdett. Gyere inkább, Santyó, gyere, mutassuk meg, hogy csináljuk a talicskát. Gyere, talicska. Azt ne, azt a piszkálót, azt ne. Én rosszul vagyok. Köszönjük szépen, Sándor. Talicskát. Megmutatjuk a talicskát a Krisztiánnak? Na mutassátok meg. Talicskázunk egyet? Hogy csináljátok a talicskát? Hát tegnap csináltuk. Figyelj, azzal szerintem... Köszönöm szépen. Fogd meg azt a vizes poharat, és próbálj meg eltenni egyik helyről a másikra. Amikor megterveztük ezt a stúdiót, szerintem abban nem gondoltunk. Na gyere inkább, mutasd meg a talicskát. Megmutatod? Nem, én is megsértődnek, hogy apa elvett a járt. Miért kell itt produkcióztatni a gyereket, ugye? De komolyan. Tegnap csináltunk először talicskát, és nagyon élvezi. De látjuk, otthon a lakásban is talicskában kell közlekedni. Mennyire szereti, hogy rávetted a gyereket szegény, hogy ebben a korban... Veszőzéssel, botozással nagy nehezen megcsináltad el, és nem, mert magától. És a végén bukfence fejezi be, tehát ő nagyon ügyes. Na, tök jó, mert most fogja felborítani. Mennyire lesz egyébként fontos számodra az, hogy mondjuk a sport szerepet játszom majd a gyerekek életében? Mennyire szeretnéd őket terelgetni? Hát én nem szeretném abba az irányba terelni. Nem feltétlenül, hogy olyan a profi sportról beszélek, csak magáról a sport. Én azt nem szeretném, hogy profi sportról legyen, azt kifejezetten nem szeret. Mert ez nehéz kenyér, azt ugye én csináltam sokáig, és hát elegem is lett. Mondjuk most már azért más a helyzet, még én meg a régi... Leveszem neked ezt, ezzel nyugodtan a játszhatsz. Seprű, a seprű részét azt leveheted. Azt nem engedi apa. Kell neki apa nyilván. Nem, nyilván az izgalmasabb dolog kell, de azt nem engedi lehet. Apa. Valami jobban. Vagy ez, vagy semmi. Így van. A Krisztián bácsi, a csipeszt leveszem még neked, az még jó. De hát azzal ütötte le majdnem édesapját. Nem baj. Igen. Apák napi alkalmából. De óvatosan, jó? Egy, ez az apák napi, ez micsoda, mert hogy én gyakorlatilag és soha nem kaptam. Neki. Ez hasonló, mint a Valentin nap igen, igazából. Igen, megsünnepeljük az édesapát. Hát igen, tehát végre. Miért az anyák napja? Nem, hát anyák napjára hagyod, mert az iskolában csinálni kellett különböző dolgokat, ragasztottunk, meg festettünk, igen, és szeretlek anyukám, kis szívecske, nem tudom. Anyák napi ünnepség. Anyák napi ünnepség, verset tanulni, igen. Meg mindent. Apák napjára is van ilyen? Csak igen, nálunk az obiban van ilyen. Igen, készítettek a gyerekek ajándékokat. És akkor, de ez az alapján, amikor te nem mész el, remélem, az obodába. Elküldöd az apját, ugye? Most egybe volt az évzáróval, úgyhogy én is ott voltam. Na de látod, hogy az évzáróval egybe csapják. Tehát hát mert már annyira későre, akkor? Hát lehet, hogy korábbra kéne hozni, nem? Tehát, hogy így... Hát jó, de hát örül, mi tehetünk, hogy az apák napja, hát van egy apák napja, és egyébként évzáró. Miért nem tudtok örülni semmi? Örülünk neki, csak ugye a Sanyinak ebben igaza van, hogy azért ez nem egy ilyen köztudott dolog. Például nincs nekem bevésődve ez a dátum folyamatosan. Hát még nincs, aztán lehet, hogy bevésődik. Jó, de ez egyébként később. Hozzáteszem, a Valentin nap sincs bevésődve, az nekem Bálint volt. Tessék. Én meg a régi idők fociában voltam benne, és akkor még Bálint nap volt. Mondjuk az jó, hogy egyetem van egy ilyen, hogy jó, most apák napja, hogy nyáktat vannak apák napja is, tehát hogy azért valamilyen szinten egyenlőség van azért a szülők között. Gyakorlatilag szerintem sok jelentősége nincsen. Ugyanúgy végezzük a... Beszélgessenek ezek a szobrok? Ezek beszélgessenek. Igen. Igen. El tudod képzelni, hogy mondjuk ma is... Egy-két szereplős ilyen beszélgetés még oké, de amikor így öt van, azért az elég nehéz. Az apuka megoldja. Az nehéz, ez rohadt nehéz. Szóval, hogy Maja is örökölte valószínűleg ezt az izgő-mozgó kis tulajdonságot. Hát nagy valószínűsége igen, de hát igazándiból én nyugodt gyerek voltam, az anyukra hasonlít az összes gyerek. Persze, mert azok is csináltam mindig ezt. Én nem vagyok ilyen. Nem vagy arra készül, hogy egy másfél év múlva ugyanez lesz, csak mondjuk kettővel? Hát nem, erre nem lehet felkészülni. Most egyébként valamelyik nap megkérdezte tőlem, mi nézi a Maját, meg puszilgatta,
A kicsit, és azt mondja, hát még velem nem is játszott, mondja, hát mondja, persze. Hát majd fog később, ne aggódj, szuper lesz ez neked. Majával majd fogsz játszani, ugye? Mekkora egyébként a korkülönbség kettő között? 2,5. Hát a tökéletes. Nagyon ideális, igen. Még jó, még szerintem pont jó, össze fognak egy kicsit nőni, és akkor jó. A csipesz itt van nálam, de ez rohadt nehéz ez a csipesz. Ez gyakorlatilag egy régi orvosi eszköz. Nem akarom ezt most, hogy ezt mit csináltak ezzel, de... Ez nem az aktív. Nem akarom tudni, hogy mit csináltak egyébként, a dokik. Egyébként mennyire veszed ki a gyereknevelésben a részedet? Mert ugye gondolom azért edzéseket tartasz, te is azért valamennyire karban tartod magad, éled a kis életedet. Nézd, arra, hogy én karban tartsam magam, arra nagyon idő nincsen. A karbantartás az az, amikor jönnek hasonló fiatal emberek, mint te, és akkor veletek én is leedzem. Tehát, hogy én is csinálom azt, illetve mutatom azt, hogy mi az, ami a feladat, na, és utána leellenőrzöm és megcsinálom. Tehát én nekem be kell érnie mennyivel. Ellenben én egész nap ezt csinálom. Hát egész nap ezt csinálom, úgyhogy azért estére már elég. De most, hogy ennyire rosszat érdem, amennyire rossz, ezt most annyira nem is nagyon tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Kicsit példázz nekem egy napot, jó, mióta megvan Maja. Azért nagyrészt Sanyikát te intézed, vagy az Ildi bírja szuperül? Nem, mi reggel elmegyünk a Sankóval az edzőterembe, és akkor én levezényem az edzéseket úgy, ahogy ott van tudom. Napra. És ha egy ilyen marnagy kosárnyi játékot kijöntök, és akkor ő el van, és szinte csak néha jön oda, hogy beszélgessenek az autókkal. És akkor egyébként 10 év múlva meg fogsz lepődni, hogy ugye magába szívta az öltöző illatát, a tatamit, a nem tudom, a küzdősportokat. És akkor harcolsz, hogy ne legyen. Csodálkozol majd azon, hogy ez. Csúnya lenne, ha nem tudna úgy küzdeni, meg szóval ő neki több sportágat is ki kell tanulni, hogy többet csinálunk. A birkózás az csak egy, de azon kívül neki kesztyűzni is jól kell tudni, ütni, rúgni jól kell tudni, és ennek az egésznek ugye a szellemiségét is át kell vennie, tehát ő pontosan fogja tudni, hogy működik ez a dolog. Úgyhogy én például a lányomat nem féltem, mert pontosan tudom, hogy egy olyan szintű testőrje lesz, akin hogyha átjutnak az ellenállók, akkor ugye ott vagyok én, tehát gyakorlatilag... A bölcs mögötte. Igen, hogy több rétegű a védelem, úgyhogy ezzel probléma azt gondolom, hogy nem lesz. De nézd, ezt is ide tesszük, és akkor minden meg. És én közben beleönteném ide a vizet. Ne. És milyenek az éjszakák? Hát az éjszakák azok sötétek. Sötétek? Na hát, és csillagosak is. Mostanában igen. Nem, egyébként... Te mondjuk átalszod az éjszakát, és mondjuk a Ildi az aki első, folyamatosan ébren van? Az első néhány nap még fölkeltem, mert ugye elszoktam attól, hogy nyöszörög a baba, és akkor ennyi zavar. Kell kiadni. Nem, csak úgy én is fölébredtem rá, és de mostanra már, tehát eltelt egy másfél hét, és mostanra már nem probléma. Tehát én már föl se kelek, Sankó sem, csak Ildi kell, etet, és utána alszunk tovább. Egyszer el tud majd jönni Ildi beszámolni erről, hogy nem sokára, szerintem jövő héten már, sőt, jövő hét utáni héten már szerintem tart edzést, tehát a csoportja nagyon hiányolja. Akkor viszont utána légy szíves, négyen gyertek el hozzánk, jó? És akkor megmutatjuk a talicskát, de az Ildi fogja csinálni. Megbeszéltük, jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Santyó, igen, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó.